Köszöntöm a nézőket, Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hírhetet látják, április 5-én, kedden este 7 órakor. Hírműsorunk elején nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban. Lelki gyakorlatot tartottak a Sátoralja újhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnáziumban. Bibliaköröket és találkozási alkalmakat szervez a Sátoralja újhelyi Görög Katolikus Parókia. Több mint 700 millió forintos fejlesztést valósított meg a ZHK. Zalaegerszegről érkezett az a pár fiatal, akik lelki gyakorlatot tartottak a Sátoralja újhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnáziumban. A Rátaláltam dicsőítő csoport már pár éve ellátogatott az intézménybe, akkor is nagy sikert aratva az iskolások körében. A csapat még 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy kifejezetten a fiatalokat tudják megszólítani a zenéikkel és az őszinte tanúságtételeikkel. Lóci Tamás esperes elmondása szerint nagyon nehéz a mai fiatalokat megszólítani, motiválni, így ezért gondolta úgy, hogy a 2 évvel ezelőtt a városba látogató csoportot hívja meg, hiszen már akkor is nagy érdeklődés övezte őket. Mivel minden lelki napnak célja van, az iskola aulája ezúttal is megtelt a tanulókkal, akik érdeklődve hallgatták a Rátaláltam dicsőítő csoport dalait, valamint tanúságtételeket. Ennek a célja az, hogy megálljunk egy kicsit, tehát mást csináljunk, mint a hétköznapokban. Ez a diákok életében nyilván a tanulásnak a megállítása, és az, hogy az a 2 nagy ünnep, amely ugye a tanév során van, a karácsony és a húsvét, arra ne csak beessünk, hanem arra tudatosan készüljünk. Vannak természetesen folyamatosan zajló programok és segítségnyújtások, de kell egy teljes nap arra, hogy lecsendesedjen a fejünk, hogy kapjunk új útmutatásokat, rálátást az életünkre, reflektáljunk, és ez a közösség nagyon jól megmozgatja a diákokat, tehát nem csak hallgatói az eseményeknek, hanem tevékeny résztvevői. A Rátaláltam dicsőítő csoport Zalaegerszegről érkezett a diákokhoz. 2 évvel ezelőtt Sziráki Péter volt a tanúságtevő, aki katolikus családban nőtt fel. Ezen a napon az ő dalait hallhatták a tanulók. Mindennapos volt a vallásgyakorlat, rengeteget minisztráltunk, tehát én egy nagyon gyerekkorom óta beleszülettem ebbe a keresztény zenei világba is, a szüleim síjenőikkel jártak együtt táborozni, és 0 éves koromtól szívtam magamba ezt a gitáros könnyű zenét, és 5-6 éves koromtól már erre készültem, ezt akartam lenni, hogy Istennek írjak dalokat, hogy neki zenéjek. És aztán nyilván a középiskolás életemben volt egy törés, amikor végzősként az a lány, akivel sokáig jártam, miután én szakítottam vele, öngyilkos lett, és ezt nagyon-nagyon nehezen tudtam megélni. És aztán 1,5-2 évig csak kerestem önmagam, hogy ki vagyok, és akkor döbbentem rá, hogy igazából én 5-6 évesen Istennek akartam zenélni. A lelki gyakorlaton összegyűlt diákokhoz azzal az üzenettel érkeztek, hogy a pandémia miatti bezárásoknál otthon maradtak egyedül a telefonjukkal, és hiányzott nekik minden más, ami ezelőtt a mindennapokat jelentette. Ebből csak úgy tudnak kijönni, ha mernek megszólítani másokat, valamint közösségbe menni, ahol azon van a hangsúly, hogy arról ismerjék meg az emberek őket, hogy szeretettel vannak egymás iránt. Tette hozzá Sziráki Péter. Februártól kezdődően havi rendszeressége szervez bibliaköröket és találkozási alkalmakat a Sátoralja újhelyi Görög Katolikus Parókia. Külön hirdetnek fiataloknak, időseknek, nőknek, férfiaknak és házaspároknak is olyan eseményeket, amelyek segítségével jobban megismerhetik egymást, elmélyedhetnek a Bibliában és alternatívát nyújt a szabadidő eltöltésére is. Caritas és házascsoport, női kör, férfi bibliakör, liturgikus énekszakkör és ifjúsági klub. Ezeken a neveken szervez havonta közösségi alkalmakat a Sátoralja újhelyi Görög Katolikus Parókia. Tóth Ferenc parókus, amikor Sátoralja újhelybe került tavaly ősszel, már akkor eltervezte ezeket az alkalmakat. A templomi közösség vagy a templomba járók számára néhány kérdést tettem föl írásban. Részben ismerkedni, így az egyik módszere, az egyik eszköze az ismerkedésnek ez a kis kérdőív volt, ami nyilván nem közvéleménykutatás, de abban segített, hogy bizonyos kérdésekben, aki szerette volna, az megoszthatta a véleményét. Ezekből a visszajelzésekből világossá vált számomra, hogy ahogy az embernek alapvető igényei közé tartozik az, hogy szeretve legyen, számon legyen, tartó fontos legyen, ebben a gondolatkörben sokan, többen visszajelezték,
hogy jó lenne hasonló gondolkodás, hasonló korcsoport érdeklődés szerint találkozni. Nem pusztán csak találkozunk egymással, megbeszéljük az elmúlt hónap történéseit, hanem valamiféle tartalmat is adnánk ennek, hogy akinek igénye van erre, vagy meg tudja magának engedni, hogy erre rászán egy-két órát havonta, az a Szentírást középpontba állítva, a templomi történésekhez is kapcsolódva, közösségben eltöltse ezt az egy-két órát. Mostanáig két alkalommal találkozott mindegyik csoport. A tapasztalatok eddig pozitívak. A hívek örülnek a kapcsolattartás és a szabadidő eltöltésének ezen módjának. A fiatalok számára azt kínáltuk föl, hogy havonta egyszer adjunk egy-két órát közös társas játéknak. Nyilván a közös játéknak megvan a maga milliója, előnye, érdekessége. Persze ahhoz bátorság, hogy az ember ezt kipróbálja. Itt még azért várunk a lelkesedéssel. De azt gondolom, hogy ezek, ahogy a többi alkalom, itt sem arról van szó, hogy van egy tartalom, egy tanulnivaló, egy iskolai évre szétszórt ismeretanyag, hanem annak a lehetőségét kínáljuk föl, hogy találkozva egymással minőségi időt adjunk, hozzunk létre közösen. A házaspárok, akikkel nyilván nem a bevásárlás nagy titkait beszéljük meg, hanem tapasztalatokat osztunk meg bizonyos témában, legutóbb a keresztről esett szó, kereszt a házaspárok között, a közös élet keresztjei. Ezzel kapcsolatban rajzoltunk, színeztünk, és osztottunk meg tapasztalatokat szabad módon, és persze közösen imádkoztunk is. A parókia közösségi média oldalán minden alkalom időpontját megtalálhatják az érdeklődők. Több mint 700 millió forintos fejlesztés valósult meg a Zempléni Hulladék Kezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. Bodrogkeresztúri telephelyén. Ennek köszönhetően három új létesítmény segíti ezentúl a ZHK napi feladatellátását. Ez azt jelenti, hogy a közelmúltban átadott szemét válogató által szelektált hulladékok tárolása technológiailag korszerű módon valósulhat meg. Ez ugyanis feltétele a további értékesítésnek és hasznosításnak. Az elmúlt időszakban is jelentős fejlesztéseket hajtott végre nem csak szolgáltatási, hanem telephelyén is a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. Ez utóbbi helyszínen valamivel több mint 700 millió forint felhasználásával három új létesítmény épült. Az ünnepélyes átadáson elhangzott, hogy ezek segítségével korszerű módon valósítható meg a már szétválogatott szemét tárolása, ami elengedhetetlen feltétele a további feldolgozásnak. A ZHK a szolgáltatási területéről éves szinten 36 ezer tonna hulladékot gyűjt be, dolgoz fel, ezt gyakorlatilag teljes egészében feldolgozzuk. Ennek a hulladéknak egy része, mintegy 15% a szelektíven begyűjtött hulladék, a többi ugye a vegyes hulladék. Minden hulladékot válogatunk és feldolgozunk, van hulladék válogatási maradék, gyakorlatilag ez egy ilyen 50-55% a begyűjtött hulladék mennyiségnek. A többi hulladék az valamilyen hasznosításra kerül, tehát egy ilyen körülbelül fele. Ez vagy energetikai hasznosítás, vagy valamilyen anyagában történő hasznosítás, és hát ebben van most segítségünkre ez a három új létesítmény. Az abaújé zempléni települések érdekét is szolgálja ez a fejlesztés, mondta az esemény kapcsán dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő. Újabb állomásához érkeztünk a tudatos hulladékgazdálkodás rendszerében, annak, hogy a beérkezett és szelektíve behozott hulladékokat pedig hasonlóképpen elkülönítve tudjuk feldolgozni azért, hogy minél hamarabb tudjuk ezt olyan állapotban akár elvinni, vagy újrahasznosítani, ami megkönnyíti az újrahasznosítását. A fejlesztések mellett a hulladék gazdálkodás fontos részét képezi a lakosság tájékoztatása is. Ezt már dr. Kont Zsófia országgyűlési képviselő emelte ki. Ugyanannyira fontos a szemléletformálás, illetve hogy a fiatalságot is egyre inkább belevonjuk a környezettudatos életmódba, illetve hát óriási a nyitottság is a részükről, illetve az, hogy mi a hulladékgazdálkodás terén is folyamatosan fejleszünk. Ez szerintem így együtt nagyon fontos, és hát amiről nagyon sokszor beszélünk, de ezt tényleg ki kell, hogy emeljük, hogy egy csodálatos, gyönyörű helyre születtünk.
És nyilván most folyamatosak a turisztikai fejlesztések is, de azt gondolom, hogy itt tisztaság legyen, és tényleg óvjuk a környezetünket, ez szintén egy nagyon-nagyon fontos elem. A ZHK ezzel együtt további fejlesztéseket is szeretne megvalósítani, ezek között nagy volumenű tervek is szerepelnek. A mostani beruházás csomag az 704 millió forint. Ez kicsit szerintelennek fog tűnni, de nem tartozik a nagy beruházások közé az Zempléni hulladékgazdálkodás életében. Most is körülbelül 2,4 milliárdnyi beruházást tervezünk és készítünk elő. Ennek egy része, körülbelül egy 5-600 milliónyi beruházás még az éven meg fog tudni valósulni. A többit úgy gondolom, hogy 2023-ban vagy az azután következő időszakban tudjuk megvalósítani. Ezeknek egy része már logisztikai park, gépjárműpark fejlesztés, mert a gépjárművek azért avulnak. Hiába nagyon modernek tűnik, de 5-7 évesek a gépjárműveink. Illetve hát új logisztikai feladatok is lesznek majd. A többi része pedig alapvetően technológiai típusú, tehát a feldolgozáshoz, a hulladék előkezeléshez, válogatáshoz kapcsolódó további beruházás lesz. A Baue-Zemplén viszonylatában mintegy 85 település hulladékkezelésével foglalkozik a ZHK. Augusztus 22-e és 25-e között rendezik meg az 50. évfordulóját ünneplő Tokaji Írótábor programsorozatát. Az előző esztendőköz hasonlóan előadásokkal, kerekasztal beszélgetésekkel és több kulturális programmal várják majd az érdeklődőket. Tavaly kiemelkedő nemzeti értékén nyilvánították ezt az eseményt, így a szervezők ehhez méltó esemény sorozattal készülnek, emelte ki Elsimon László, a Tokaji Írótábor elnöke. A kiemelt nemzeti értékű nyilvánított Tokaji Írótábor kerekasztal beszélgetések, előadások formájában nyújt lehetőséget arra, hogy a műfaj iránt érdeklődik, és annak művelői egy évben egyszer ilyen formában is találkozhassanak. Az évforduló és a központi téma feldolgozása mellett kiemelt cél nem csak a fiatalok, hanem a nagy közönség megszólítása, de nem felejtették el a szervezők azt sem, hogy bemutassák a térséget a résztvevők számára. Nem csak helyi vendégek vesznek majd részt a programokon, ezért az írótábor nem megszokott módon egy nappal tovább tart majd. Az 50. Tokaji Írótábort augusztus 22-e és 25-e között rendezzük. Egy nappal hosszabb lesz, mint a tavalyi, meg mint a tavaly előtti, de azt gondoljuk, hogy érdemes visszatérnünk a nagyobb ívű programhoz, ha már ilyen kerek évfordulót tudunk ünnepelni. Nagyszabású kulturális és művészeti programokkal készülünk, színházi előadással, koncertekkel, irodalmi estekkel, kulturpolitikai beszélgetésekkel, és ami elengedhetetlen a Tokaji Írótáborban borkostolóval is, ahogy ez lenni szokott. Reményeim szerint el fog készülni addigra az a fotóalbum, amely a Tokaji Írótábor 50 évét fogja át. Egy tanulmánykötet az Írótábor 50 éves működéséről, és sok-sok apró, kisebb, kiegészítő dolog is. Bízom benne, hogy a szűke birodalmi szakmai közegen kívül a nagy közönség számára is vonzó programokat tudunk nyújtani. Az elnök kiemelte, lehet, hogy az elmúlt 2 évet meghatározta a koronavírus járvány, és a külföldről érkező írók és előadók emiatt nem tudtak részt venni, azonban idén erre már lesz lehetőség. A szomszédos országban dúló háború miatt aggódnak, hogy a kárpátaljai meghívottak esetleg nem tudnak részt venni ezen a jelentős évfordulón. Azt gondolom, hogy a Tokaji Írótábort minden körülmények között meg fogjuk tartani. Én legfeljebb csak azt látom most veszélyben, hogy a kárpátaljai íróbarátaink, akik egyébként rendszeresen jönnek az írótáborba, el tudnak-e jönni, hiszen háború zajlik a szomszédban. Mi őrájuk is számítunk, és reméljük, hogy addigra már béke lesz, és nyugodtan tudnak ellátogatni a Tokaji Írótáborba. A jubiláló Tokaji Írótábort idén augusztus 22-e és 25-e között tartják majd, több helyszínen széles körű kiegészítőbb kulturális program kínálattal. U12-es Magyar Kupa tornát tartottak a Sátoralja újhelyi jégcsarnokban. 4 csapat mérte össze szoros küzdelmekben a jégkorong tudásukat. A cél mindenkinek a tapasztalatszerzés volt. Izgalmas küzdelmek alakultak ki, a Sátoralja újhelyi zempléni Hughes-ok ezen a tornán a dobogó 3. fokára léptek fel, de így is kiválóan teljesítettek. A hazai zempléni Hughes-ok, a Szigeti Bikák, az Újpest, valamint a 60 gigászai léphettek jégre múlt hétvégén az U12-es Magyar Kupa csoport mérkőzésein.
Az első megmérettetés a Szigeti Bikák és a Zempléni Hughes-ok között zajlott, erős küzdelemben a hazaiak nyerték a meccset. A több éves múltra visszatekintő Újpest ellen színvonalas játék során vereséget szenvedtek, majd a 60 gigászaival a meccs végére döntetlen alakult ki, így hosszabbítás alatt dőlt el, hogy kinyeri a megmérettetést. Az U12-es Hughes-ok a két vereség ellenére is szuper teljesítmény nyújtottak. Fantasztikus teljesítmény nyújtottak a srácok. Ebben a teljesítményben benne volt az is, hogy múlt héten rendeztünk egy barátságos tornát, ahol 6 csapat vett részt, és ott már belekóstoltak ebbe a színvonalba, és így már nem volt újdonság nekik ez. Egy győzelmünk volt, egy hosszabbításos vereség, ahol 13 büntetőlövés után veszítettük el végül is a 60 ellen a mérkőzést, illetve az Újpest, ami Magyarország talán legjobb U12-es csapatával rendelkezik, tőle kaptunk ki. Én ezt egy óriási teljesítménynek érzem, és mondom, ebben benne van mind az egész éves edzés, és mind az a tornán szerzett tapasztalat, amit múlt héten. A legerősebb csapatnak mondható Újpest is jól teljesített a tornán. Mindenképpen mind a három meccset meg szerettük volna nyerni. A háromból, vagyis kettőt játszottunk, egyiket meg sikerült nyernünk. A második meccsen viszont 1-0-ra kikaptunk. Ennek ellenére nagyon jól játszottak a srácok. A vége felé nagyon domináltunk, szóval a szerencse most nem a mi oldalunkon áll, de a harmadik meccset meg fogjuk nyerni. 60 gigászainak a tapasztalatszerzés volt a cél. Érezzük magunkat, jó mérkőzéseket játszunk, ugye a bajnokságban nincsen eredményszámolás, így most itt van, ez még egy kis plusz adrenalint ad a gyerekeknek, és marha jó meccseket játszunk. Mindig jó teljesítenek, de most ezzel, hogy ugye nyerni kell, mert nem 0-0 van a táblán, hanem felírják a gólokat, így most még jobban pörögnek és még erősebbek. A Sziget-Szentmiklósi Szigeti Bikák egy vegyes csapattal érkezett erre a tornára, így ők már a következő szezonra alapoznak. Egyes csapattal érkeztünk, és már maximálisan arra koncentrálunk, hogy a következő szezonban a feltörekvő generációt be tudjuk írni egy ilyen nagy pályás játékba. Amellett az eredmény a számunkra másodlagos volt, inkább azt szerettem volna, hogy a játékosok megszokják a pályának a méretét, hogy ezt hogyan kell játszani, folyamatos cserék vannak, és nagy szerencsére két meccset nyertünk, és az utolsó mérkőzés szerintem minden benne volt, amiatt a hoki szép, és lehet izgulni is érte, úgyhogy maximálisan elégedett vagyok a srácokkal, amit a pályán nyújtottak és mutattak. A torna győztes a Szigeti Bikák csapata lett, akik egy meccsen a Zempléni Hughes-októl szenvedtek vereséget. Hírműsorunk végén nézzük még egyszer főbb híreinket egy-egy mondatban. Lelki gyakorlatot tartottak a Sátoralja újhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnáziumban. Bibliaköröket és találkozási alkalmakat szervez a Sátoralja újhelyi Görög Katolikus Parókia. Több mint 700 millió forintos fejlesztést valósított meg a ZHK. Köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel holnap este 7 órakor várjuk Önöket, a viszontlátásra!